Üdvözlöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című műsorát látják. A következő témákkal készültünk. Lázár Ervin 14. országos anyanyelvi verseny. Döntő a Garai Gimi dísztermében. Katonai és politikai hírszerzés a II. Világháborúban. Kun Miklós történész előadása. Húsvéti szokások, hagyományok. Fuchs Mártával, néprajzos muzeológussal beszélgettünk. Kézműveskedés és élőzene, játszóház a Babits Mihály Kulturális Központban. Megrendezték a Lázár Ervin 14. országos anyanyelvi verseny döntőjét, melyet a Szekszárdi Garai János Gimnázium és a PTE I. és Gyula Pedagógus Képzőkar közösen szervezett. A megméretetés második fordulójában 8 csoport mérte összetudását. A háromfős társaságok az ország különböző részeiből érkeztek Szekszárdra. A Dunántúlt, a Tapolcai és a Zalaegerszegi gimnazisták, Budapestet 2 középiskola, míg az alföldi régiót 4 intézmény tanulói képviselték. Az idén 14. alkalommal rendezte meg a Garai János Gimnázium ezt az országos anyanyelvi versenyt. Mindig arra törekszünk, hogy ne csak a tárgyi tudás és a kreativitás, hanem egy kicsit a diákoknak a digitális kompetenciája is helyet kapjon ebben a versenyben. És így próbáltuk összeállítani ennek a fordulónak a feladatait. A válogatóban, amelyre 21 csapat jelentkezett, 2 típusú feladatot készítettünk el. Az egyik egy pecsakucsa előadás volt, amelyben arra kértük a diákokat, hogy Radnóti eklogáihoz kapcsolódóan készítsenek egy 10 diából álló képsort, és azt alámondással illusztrálják. Egy diához 20 másodperces alámondást készíthettek. Ehhez kapcsolódott itt az egyik feladat, a mai döntőn az egyik feladat, amikor is az egymás diáihoz kellett készíteniük ugyanilyen képalámondásokat, és így egy kicsit megnézhették a nézőpontoknak a különbségét is. A másik feladat az első fordulóban gyűjtőmunka volt, a Radnóti metaforikus kifejezéseit kellett a diákoknak összegyűjteni. A döntőben további 2 feladatot kellett ma megoldaniuk, mindegyik kreatív írással kapcsolódott, illetve a vizuális kultúrához is. Az egyik kreatív írásos feladat az egy SMS készítés, vagy chat szöveg készítése volt Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni levelezésére utalva. Egy SMS generátorral készíthették el ezt a fiatalok, kaptak hozzá egy Radnóti naplóból származó életrajzi részletet, illetve 2 szakifejezést, amelyet Radnóti a Kafka Margitról írt tanulmányában alkalmazott. Az individumtól kezdve az anzsamanig nagyon széles volt a paletta, ezt be kellett építeniük az SMS nyelvébe. A harmadik feladat pedig egy intertextualitással kapcsolatos feladat volt. Egy Radnóti verset egy másik verssel kellett összefüggésbe hozniuk, és ez alapján egy mémet készíteni, amely maga is egy intertextuális műfaj, és napjainkban azt gondolom, hogy a tömegkultúrában is igen elterjedt. Úgy láttuk, hogy nagyon élvezték a diákok ezeket a feladatokat, mi is nagyon jól szórakoztunk, és reméljük, hogy emellett méltó emléket is állítottunk Radnóti Miklósnak, aki most azért lett ennek a versenynek a témája, mert a halálának a 80. évfordulójáról emlékezünk meg az idén. Nagyon ritkán szoktunk ilyet tenni, inkább születési évfordulóhoz kötődően szoktunk választani témát, de mivel Radnóti egész életműve valójában 2 haláleset közé ékelődik, és hogy a legborzalmasabb dolgokról is a szelídség nyelvén ír, ezért azt gondoltuk, hogy ez az alkalom is méltó lesz az ő költői nyelvének. Radnóti életművét adtuk meg szakirodalomként, illetve a pecsakucsa előadás a Radnóti eklogákhoz kapcsolódott, tehát ezeket a témákat kellett nekik előzetesen átnézni, vagy egyáltalán elolvasni, hiszen vannak a versenyzők között 9-es és 10-es diákok is, Radnóti pedig 12-es tananyag, tehát a kisebbek, alacsonyabb évfolyamra járók picit hátrányosabb helyzetből indultak, tehát a felkészítő tanárnak is nagy szerepe volt abban, hogy ezeket a feladatokat meg tudják oldani. Ennek ellenére 21 csapat jelentkezett, és 8-an jutottak be a döntőbe, úgyhogy nagyon jó volt a válogató is.
És a másik pedig, hogy a versenynek a döntőjére is adtunk külön szakirodalmat, például a mémhez kapcsolódóan az intertextualitásról olvashattak a diákok, és az itteni feladatokat pedig a szakirodalmak alapján meg tudták oldani. A verseny oldott, nagyon jó hangulatban zajlott. Ezt igazolják a diákok visszajelzései is. Én első alkalommal veszek részt ezen a versenyen, először hallottam róla az irodalom tanáromtól, nem tudom, hogy én Békéscsaváról származom, nem tudom, hogy a mi iskolánkból, a belvárosi általános iskola és gimnáziumból jött-e már osztály vagy csapat erre a versenyre. Mi elsőnek vagyunk itt a csapatommal, nagyon tetszett a verseny, a kreatív feladatok nagyon jól megoldottuk én szerintem, a mi tudásunk az szerint, ugye mi 9-esek vagyunk és megpróbáltuk a maximumot kihozni a tudásunkból. Én nagyon szeretem az irodalmat és a nyelvtan, mind a kettőt. Szerencsére jó is vagyok belőle, ezt elmondhatom. És én nagyon fontosnak tartom az anyanyelvünket gyakorolni, és ilyen versenyek rendezése erre is jó, például, hogy itt megnyilvánítsuk, hogy mennyire is szép ez a magyar nyelv. A Panni és a Fiúk nevű csapat három tagját kérdeztük az anyanyelvi megmérettetésről. Úgy gondolom, hogy a magyar nyelv művelése az nagyon fontos minden embernek. Legalábbis a én generációmban kevés ember gondolja szerintem ezt így, hogy ez fontos lehet, de én mégis azt gondolom, hogy én örülök, hogy magyar nyelven tudok beszélni, hogy én ki tudom fejezni magam színesen, és hogy ezáltal egy magasabb intellektuális szinten tudok beszélgetéseket folytatni emberekkel. Nagyon jól éreztem magam itt igazából, nagyon örültem, hogy a lexikális tudás mellett a kreativitásnak is teret adtak itt ezen a versenyen, és örülök, hogy végül is a tanárnő unszolgatására el is indultunk ezen. Szerintem is fontos az anyanyelv ápolása, főleg manapság, amikor a szociális médiákban egyre inkább teret hódít az angol nyelv, és a fiatalok is már szinte annyit beszélnek angolul, mint magyarul. És hát én is nagyon örülök, hogy magyar az anyanyelvem, mert ha nem magyar lenne, akkor elég nehéz lett volna megtanulni. És hát ugye minél nagyobb az ember szókincse, annál gazdagabbak a gondolatai. Úgyhogy örülök, hogy tudok magyarul. Három fő feladat volt. Az elsőben egy PPT-t kellett kommentálnunk, és minden diára 20 másodpercünk volt. A másodikban egy SMS-váltást kellett leírnunk Gyarma Tiffany és Radnóti Miklós között a mai nyelv használata. A harmadikban pedig verset kellett felismerni és mimet gyártani. Úgyhogy látszik, hogy a mai generációra igazították a feladatokat. Én nagyon meglepődtem egyébként, mert nem a tárgyi lexikális tudásra épült az egész verseny, hanem kreatív feladatok voltak, mindez kellett egy bizonyos digitális kompetencia is, mert mindez kellett alkalmazni telefont, számítógépet, és én nagyon élveztem a versenyt. Ugye két fordulóból állt a verseny, és az első forduló az egy önállóan otthon kidolgozható fordulót foglalt magába. Ott mindenkinek szépen leosztottuk a feladatokat, azzal foglalkoztunk egy keveset, volt rá több hónapunk, tehát ott nem kellett sietni. Itt a második forduló előtt pedig egy bizonyos mennyiségű szakirodalmat kellett előtte elolvasnunk, és ezzel készültünk tulajdonképpen. A sikeres rendezvény nyertes pályázatából NTP-TMV 23-0063 a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott Nemzeti Tehetségprogram keretében valósult meg a Szekszári Garai János Gimnázium és a PTE I.S. Gyula Pedagógus Képző Kar szervezésében. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem legutóbbi programjában a katonai és politikai hírszerzés a II. Világháborúban került fókuszba Kun Miklós által. Képzeljük csak el, mekkora érték az információ. Akár csak egy picivel is többet tudni, mint mások, főleg akkor, amikor éppen a történelem egyik legnagyobb és legvéresebb háborúja folyik. A Rejtélyes 20. század című műsorból is ismert Kun Miklós, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, Szovjetunió és Oroszország szakértő, a történettudomány kandidátusa izgalmas és érdekes tényeket osztott meg előadásán. Mintha tegnap lenne a II. Világháború,
minden oda kapcsolódik, napjaink történései sokban abból indulnak ki, hogy mi történt a nagy világégés kezdete idején, 1939-ben, és hogy sikerült a győzteseknek felosztani egymás között a világot. Szörnyű, borzalmas időszak volt ez, és ezen belül, mert könyvtárakat töltenek meg a könyvek a második világháborúról, most már van egy új disziplína, a titkos diplomácia és a hírszerzés története. Én ezt a témát kutatom évek óta, a Hoover Intézetben kezdtem, az Egyesült Államokban, aztán sokat kutattam Moszkvában, amikor rendszerváltás követően a Sztálin, a Molotov archívum kutathatóvá vált. A mai előadás során különböző olyan témákat érintenék, melyek korábban ismeretlenek voltak. Szerintem a legérdekesebb, hát nem csak nekem, de talán a hallgatóságnak is, hogy 1944. januárjában Kállai Miklós magyar miniszterelnök Titón keresztül fel akarta venni a kapcsolatot Moszkvával, meg is próbálta angolokon és Tito partizánjain keresztül. Kiugrásra készült, és felajánlotta a jugoszláv partizán köztársaságnak, hogy megszüntetik a harcokat, de Sztálin és Molotov ebbe nem egyeztek bele. Nagyon érdekes a különböző kiugrási kísérletek teljesen támaszkodtak a hírszerzésre, a titkos diplomáciára, dörögtek az ágyuk, és közben a különböző semleges államok fővárosaiban, Vatikánvárosban, Ankarában, Lisszabonban, erről külön beszélek részletesen, mentek a titkos tárgyalások. Ezek a dolgok még most is szinte hihetetlen, olykor nem kutathatóak, de immár megérett az idő, hogy a hírszerzés története, a titkos diplomácia története elfoglalja a kellő méltó helyet a történettudomány mondjuk kollektív könyvtárában. A nagy hétben vagyunk, felkészülési időszak ez a kereszténység legnagyobb ünnepére. Az évszázadok alatt sokat változtak a szokások, de az ilyenkor hagyományos ételek még ma is az ünnepi asztalra kerülnek. Húsvét vasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. Fuchs Mártával, néprajzos muzeológussal beszélgettünk a nagy hétről és annak jelentéséről, az ide kötődő ünnepi hagyományokról, szokásokról. A húsvét a keresztény egyháznak az egyik legnagyobb sátoros ünnepe, ugye a karácsony mellett. Magáról, a húsvétról azért érdemes tudni, hogy egy mozgó ünnep, és két nagyon fontos időpont is kapcsolódik hozzá. Az egyik, az maga ugye a nagybőjtnek a kezdete, amiről már többször beszéltünk, és 46 nappal előtte kezdődött meg, 40 napos bőjtel. Aztán a másik, ami kapcsolódik hozzá, a húsvét vasárnap utáni 50. nap a pünkös. Tehát meghatározza mind a két nagy ünnepnek, vagy mind a két nagy hagyománynak az időpontját. A húsvét, konkrétan, ha a vallási oldaláról indulunk ki, akkor tudjuk, hogy Krisztus feltámadását ünnepeljük, és az egész nagy bőjt és az egész rákészülés, az pedig magának a krisztusi szenvedés megélésének az időszakát jelentette. Ez az egész Krisztus szenvedései az utolsó héten, a nagy héten csúcsosodnak ki, tehát az egy kiemelt időszak még magán a nagy bőjtön, illetve a húsvéti időszakon belül is. A nagy hét, maga a nagy hét időszaka virágvasárnappal kezdődik, a húsvét vasárnap előtti vasárnap, és ezen a napon az egyház, illetve a Biblia szerint Krisztusnak a Jeruzsálembe történő bevonulását ünnepeljük. Tehát ezzel gyakorlatilag, amikor Krisztus a pusztából visszatér, elfogadja azt az áldozatot, amit az Úr, az Atya rá mér, és elkezdődik tulajdonképpen az egy hétig tartó, mondhatni passió szenvedés története, amit megint csak ugye csütörtök, nagypéntek, nagy szombaton teljesedik ki. A nagy hétnek mind lelki, tehát mind a fizikai megtisztulás, mind pedig a lelki megtisztulásban nagyon nagy szerepe van a húsvét előtt. Itt egy kicsit akkor átérnék arra, hogy a néphagyomány és hogyan kapcsolódik magához ez a vallási liturgiához. A fizikai megtisztulás az egyrészt magát a bőjtből eredően, ugye ahogy csökkent a bőjt, és akár a nagy hétre maradt, vagy az utolsó négy napra, vagy nagypéntekre megmaradó, nagyon szigorú bőjt megmaradt, tehát
ennek a testi megtisztulásunk is azért egy része, a másik pedig magának a fizikai környezetünknek a teljes megtisztítása. Azt kell ezzel alatt érteni, hogy ebben a nagy héten a házakat kitakarították, kimesszelték, betapasztották a lepotyogó vakolatokat, ilyenkor az állatokat, a trágyát kihorták, új szalmát raktak az állatok alá, tehát mindent, amit lehetett, a lakó környezetében az emberek tisztává, széppé, egészségessé varázsoltak, úgymond, ami egy kicsit ennek a nagyheti megtisztulásnak, ez is egy velejárója volt, hogy ezzel is elűzzük azokat a betegségeket, illetve egészség megőrző formulákat használjuk. A fizikai megtisztulás mellett a húsvéthoz, mire elérünk, illetve a feltámadáshoz, nagyon fontos volt, hogy gyónni, meg kellett gyónni, tehát a húsvéti misére, az áldozáshoz már úgy lehetett járulni, hogy túl voltunk a gyónáson, egy szent áldozáson, és ez pedig a vallási részen tartozott nagyon komolyan a nagy hétnek a vallási szertartásaihoz. Húsvétnak a három szent napját nevezzük nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak, és tulajdonképpen utána a vasárnappal megtörténik a feltámadás. A három nap az alapvetően a nagy csütörtökön nagyon szorosan kötődik az egyházi liturgiához, a néphagyománynak a szokása is ugyanúgy kötődnek, tehát megkerülhetetlen, hogy ezekről egy pár mondatot szóljunk. A Biblia szerint nagy csütörtökön történik meg, zajlik le az utolsó vacsora, amikor Krisztus az apostolaival eltölti, aztán a Getsemáni kertbe együtt éjszakázva, tulajdonképpen vért verejtékezve Krisztus felkészül a rá váró szenvedésekre. A nagy csütörtöki egyházi liturgiában szintén fontos, hogy ez az utolsó átváltozás, tehát magyarán, amikor Krisztus felajánlja, hogy vele együtt elfogyasztott borral és kenyérrel, hogy ez lesz az ő teste és a vére, tulajdonképpen ez az eukarisztika, ez az új szövetség megköttetik az emberiség és Krisztus között, tehát innentől kezdve, ha azt mondjuk, hogy aki bennem hisz és általam elfogadja ezeken a szent áldozásokon a bort és az ostját, az igazából üdvözülhet. Ez azért fontos, mert az úrvacsora után itt válik el egyébként a zsidó vallás a későbbi keresztény vallástól. Ez egy nagyon komoly egyháztörténeti vallási magyarázat, hiszen ha belegondolunk, a Biblia két része az Ószövetség, illetve az Új Szövetség, és tulajdonképpen innentől kezdve ezzel az Új Szövetséggel Krisztus nem csak a zsidók messiása, hanem az egész emberiség megváltójává lépett elő. Tehát a kereszténység innentől kezdve úgymond világhódító útjára elindulhatott. Ennek ezért van óriási jelentősége. Nagypénteken, tehát nagypéntek végül is a keresztény világnak a legnagyobb gyásznapja, hiszen Krisztus halálát, passióját és halálát éljük végig. Minden ehhez tartozik, tehát nem véletlenül, hogy a legszigorúbb bőti nap, ami a mai napig megmarad. A régi időkben ezen a napon kenyeret, sót ettek, babos lencsés, tehát növényi kásaételeket, illetve zabkásákat, búzakásákat ettek az emberek, és egészen az újkorig, sőt néha mai napig is van, akik idősek, tartózkodnak, akár a teljes, illetve a tojásos ételektől is. A nagy szombat az tulajdonképpen a sírban eltöltött időnek a napja, az egy várakozás, és itt fontos arról a külön idő kezelésnek a különbségéről beszélni, ami a keresztények, illetve a zsidó liturgiában van. Ugyanis a zsidóknál a nagy szombat estéje után, a napnyugta után már a következő nap számít. Tehát a harmadnapra feltámadó Krisztus, az tulajdonképpen a vasárnapnak számít a nagy szombat estéje, és így nem számolódik. Végül is ezt a keresztény egyház is megtartotta, tehát egészen az újkorig a feltámadási körmeneteket már nagy szombat este, vasárnap, úgymond vasárnap tartották meg. Ez mára átcsúszott ténylegesen húsvét vasárnapra. Nagyon fontos a tűznek a szerepe a húsvéti misén, a feltámadási misén, hiszen a meggyújtott gyertyák, ezek mind-mind Krisztust jelképezik a templomba, tehát ezeket a 4-5 kilós nagy templomi gyertyákat ezen a napon gyújtották meg. Ugyancsak ezen a napon gyújtják meg a különböző mágiákat a templom körül, tehát ez mind-mind a fényjövetele Krisztusnak az eljövetelét, újra feltámadását jelképezte.
része. Nagyon fontos nagy szombaton az ételszentelésnek a szokása. Általában sonkát, tojást, tormát, sót, kalácsot raktak a vasárnap elfogyasztott, vagy ugyan a nagy szombat este elfogyasztott ételbe, amit mindig a Szent Mise után megszentelt a pap. Ezeknek az ételeknek mindegyiknek külön jelentősége van, és tulajdonképpen ez párhuzamba állítható a zsidó Peszáknak az ünnepével. A nagy hét vége fele, tehát nagy szombat, illetve a vasárnaphoz tartozó ünnepekkor szintén a néphagyományban abból a tűzből, amit a templom mellett vagy a templomban meggyújtanak, ebből kezdik meg az esti főzést. Ez egy nagyon komoly hagyománya volt a háztartásoknak az új tűz megjelenésének otthon, és ugye ezen indul meg a főzés. Voltak kifejezett munkatiltások ezeken a napokon, például a tyúkültetéstől kezdve a lovak befogása, ez mind-mind dologtiltó volt, és voltak olyan munkák, amelyeket kifejezetten nagy pénteken, nagy szombathoz kapcsolódóan lehetett csinálni. Például nagy héten krumplit vetettek mindig az emberek. Az állatok herélése ebben a hétben történt meg. Ugyancsak például a billogozást ezen a nagy héten csinálták meg az emberek, vagy az állatoknak a vízbe való megtisztítását, a lányoknak egészségmegőrző szokásokat, mint az arcmosás, a hajfésülés. Tehát olyan egészségvédő, a betegségek gonosz távol tartó rituális cselekedetekről van szó, ami az egész háznak, illetve az állatok és a növénytermelésnek az egészségét és megóvását segítette elő. Húsvét hétfőnek a szokása, ez is egyfajta egészségmegőrző és kifejezetten termékenység elő segítő rítus volt. Ugyancsak a húsvéthoz tartozott a szentelt víznek a hazavitele, tehát az egyház által megszentelt szentelt vizet is vittek haza a gyerek, az otthon maradt öregeknek, és ezt a szentelt vizet egész évben használták, ugyancsak az állatoknál a földeket az itatókba tették bele, magukra is, a betegek is fogyasztották. És ehhez kapcsolódik maga a víznek, mint tisztító erőnek a szokása a locsoláshoz, tehát nem véletlen, hogy a fiatal lányokat szokták meglocsolni, hiszen az ő számukra volt a párválasztás, az egészség megőrzés, illetve a termékenységnek az előidézése. A tojás, mint szimbólum, húsvéthoz kapcsolódó szimbólum, ez együtt van, együtt található tulajdonképpen a zsidó Peszáknak az ünnepével. A tojás, mint olyan, az egy sokkal régebbi termékenység szimbólum, mint maga a kereszténység, ahogy kialakult. Tehát a kereszténység előtti kultúrákban a tojás az egy nagyon komoly életjelképet szimbolizált egyébként. Maga éppen ezért a keresztény hagyományban, amikor keresték azokat a jelképeket, amit Krisztus tudják helyettesíteni, és át tudják transformálni a régi hitvilágot egy újba, ez egy nagyon sikeres és jó dolog volt, mint az élet jelképét Krisztus jelképévé átformálni. Tehát maga a tojás az a feltámadó természet, a feltámadó, felszülető, újjászülető Krisztusnak is a jelképe. Nem véletlen, hogy a tojást nagyon sokáig a történeti feljegyzésekből tudjuk pirosra festették. A piros szín az mindig az áldozatnak, akár a zsidó bárány áldozat, akár a bármilyen áldozatnak a jelképe, és magában a tojásban az emberekért életét feláldozó Krisztusnak a jelképe, a tojásnak a piros színe. Alapvetően a Nyugat-Európában a tojásfestésnek csak egy színű szokása élt nagyon sokáig. Kelet-Közép-Európában feljegyzések vannak a különböző írott tojásoknak az elkészítéséről, tehát amikor viasszal, régen ugye gicával, mélyviasszal, később paraffinnal festették a tojásokat, és a festés után ezt a mélyviaszt vagy paraffint, amikor leolvasztották a tojásról, alatta az a szép fehér szín ez előtűnt. Az élelmiszeripar fejlődésével lettek egyre színesebbek a húsvéti tojások is, ami nem csupán az ünnepi fogások, hanem a locsolkodás része is. Zenével, tánccal és kézműves programokkal várták a helyieket a Babits Mihály Kulturális Központban. A húsvétváró rendezvényen aktívan részt vettek kicsik és nagyok is.
A Szekszárdi Babits Mihály Nyugdíjas Egyesület már harmadik éve vesz részt a rendezvényen. A hagyományos tojásfestő módszereket tanítják meg az érdeklődőknek. Rendesen viaszt. Jobban mondva, a gyertyát már viaszt nem igazán lehet kapni. És gyertyával melegítve. Jókedvűen és szívesen mutatják meg a fiatalabb korosztálynak a régebbi technikákat. Szeretettel csináljuk a fiataloknak, a gyerekeknek, az idősebbeknek, szívesen megmutatjuk, hogy mit tudunk. A gyerekek dekorációkat készíthetnek, amiben a különböző szervezetek és csoportok adnak nekik segítséget. Egy ilyen szívas húsvéti kopogtató. Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot. És mindenki szerintem a saját érdeklődésének megtalálja is korosztályának, hogy mi az, amit szeretne, mert vannak egyszerűbb dolgok, mondjuk ilyen festés, rajzolás, színezés, ez még nekem is kihívás, tehát itt varni, és majd a gyerek is belesegít, hogy ő meg majd kitömi. A családoknak évről évre kellemes kikapcsolódást nyújtanak ezek a húsvéti programok. Minden évben szoktunk jönni farsangkor is van, karácsony előtt, húsvét előtt, és mindig szoktunk jönni, igen. Nagyon jó programok vannak, mindig van valami kis zenés koncert, arra a gyerekek tombolnak, buliznak, és nagyon jó program ez egyébként itt Szekszárdon. Zenés műsorral és szórakoztató fellépőkkel is készültek, mondta Gödrei Zoltán, a rendezvény szervezője. A 2024-es húsvéti játszóházra a Tücsök Zenész Színpadnak az ifjúsági csoportját hívtuk, éppen ők állnak most a porondon, de hát érkezik, sőt már megérkezett Nagy Molnár Dávid is, ő második helyezett világbajnok bűvész, tehát biztos, hogy előhúzza majd a nyuszit abból a bizonyos cilinderből, és hát vannak olyan szervezetek, intézmények, akikkel együtt működünk, tehát akiknek az asztalához oda lehet ülni és kézműveskedni lehet. Kötetlen szabadjátékra, táncra is van lehetősége a gyerekeknek az ücsörgősebb asztali programok mellett. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan program, ahol minden kisgyerkőc megtalálja a számára legmegfelelőbb programelemet, lehet szőnyeget is terítettünk le, lehet játszadozni, mindenki nagyon-nagyon jól érezheti magát, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú program ez egyébként. Ez egy ilyen tökéletes vasárnap délelőtti történet. 9 és 1 óra között várjuk itt az apróságokat, és hát kitöltjük ezt a, nevezzem így, műsoridőt alaposan. Az esemény lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megfelelő módon kikapcsolódjanak, alkotásokat készíthessenek, amiben mindig örömüket lelik, ezúttal a húsvéti témakörben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című műsorát látták. Viszontlátásra!